Köszöntöm Önöket, ez a Kultúrkörkép. Következzen Budakalászi aktuális programkínálatunk. Családbarát Budakalász március 30-án a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban Rogán László polgármester köszönti a jelenlévőket. Ünnepi beszédet mond Fűrész Tünde, az Emmi Kopp Mária Intézet elnöke. Előadásokat hallgathatnak meg dr. Habil Faragó Eszter PhD egyetemi docens előadásában Mi a család? Mi a család? Per Krisztina gyermekpszichológus meseterapeuta előadása a család szerepéről, a családi szerepekről, a család szerepe a megelőzés és a korai terápiákban. Emellett egésznapos kísérő programok várják az érdeklődőket. A Földórája március 30-án a Szent István telepi általános iskola szervezésében, a világ legnagyobb önkéntes civil akcióján, a WWF által indított Földóráján idén is emberek milliói fejezik ki szeretetüket és elkötelezettségüket bolygónk iránt. Ehhez a kezdeményezéshez a Budakalászi iskola is csatlakozik, akik március 30-án szombaton egy jó hangulatú sétát tesznek Szent István telepen. Gyülekező 20 óra 20-tól 20 óra 30-ig az iskola bejárata előtt, indulás 20:30-kor, a tervezett séta időtartama 60 perc. Közösségi rajttal indul a Rókáskör. A gyalogos túra és terepfutó verseny a Kávária dombtól vezet gyönyörű útvonalon át. A szervezők és Budakalászváros önkormányzata, mint támogató, ünnepélyes megnyitót rendez 2019. március 31-én vasárnap 10 órakor a Kávária dombon. Az esemény házigazdái Rogán László polgármester, Ercsényi Tiborné a polgármester, valamint Szolnoki János főszervező. A modern sportolást és természetjárást segít kezdeményezéshez online háttér társul. A teljesítést okostelefon segítségével igazolják. A küzdelemért érem jár. A leggyorsabban megtehető útvonal 28 km és 700 méter pozitív szintemelkedést tartalmaz. Az előzetes adatok alapján 8-12 óra alatt gyalogolhatják végig, és 3-4 óra alatt futhatják le a távot. Még nem késő indulni az első éles versenyen. Ez volt már a Kultúrkörkép, ha tehetik, tartsanak velünk jövő héten is. Munkatársaim nevében is jó szórakozást kívánok valamennyi eseményhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!